Sziasztok, Gage vagyok, ez a Scorpius.hu csatorna, és újra elővettem nektek a Star Citizen-t, mégpedig abból az apropóból, hogy július hónapban az előfizetőknek júliusban ingyenes hónap van, és ezért egy csomó mindent ki lehet ingyen próbálni, mint például itt a Revelen Gyor hangárt, ahogy látom. Hát a grafik az még mindig ló lesz, igen, szerintem így is akadni fog, ez így jó. Back, és akkor mondjuk azt neki, hogy go to hangár, igen. Elvileg az van, hogy ugye ingyenes hónap van, és most egy csomó mindent ki lehet próbálni, de maga a játék is ingyenesen játszható most. Nem emlékszem pontosan, hogy meddig, hogy őszinte legyek, nem néztem meg, csak azt néztem, hogy ingyenes hónap van, és azon belül is a Saber-t például ki lehet próbálni, de még pluszban ugye az előfizetőknek is az a jutalom. Azt találta ki a Claude Imperium, meg a Robert Space Industries, akik játékot készítik, hogy nem mindenféle berendezési tárgyat adnak, hanem minden hónapban lesz egy hajó, amit ingyenesen ki lehet próbálni, és ez júliusban az előfizetőknek a Saber. Ugye a Star Citizen játékot meg lehet venni, azzal egyszer támogatod a fejlesztését a játéknak. A másik verzió meg az, hogy havi előfizetéssel, azt hiszem 10 euróért vagy 12 euróért, van egy 12 eurós, meg van egy 30-valány eurós előfizetés, ezzel folyamatosan támogatod a játékot, és kapsz ilyen mindenféle PDF-eket, meg ilyeneket. Initializing. És egyébként nekem ez a hangár baromira tetszik, kinézete miatt. Mint látjátok, nagyon szép fabetétek vannak benne. És a játék még mindig nagyon trén fut. Nem tudom, hogy mikor fognak valamit kezdeni az initializálással, és akkor ide rakjuk be a hajókat. És ez itt mindjárt betal. No items to display, cancel. Akkor lehet, hogy ide nem engedi. Ja, size 3. Nekem size 1-es hely kell. Size 4. Size 1-2. Aha! És itt a szélről, amit mondtam, hogy ki lehet próbálni ingyenesen. Úgy. Tehát ez egy nagyon szép vadászhajó. És nagyon drága is. A játékon belül, a már amikor lehet kapni. Mondjuk nekem nagyon szépen tetszik, vagy nagyon tetszik, kezdjük előről, nagyon szép hajó, nekem nagyon tetszik, és ami a különlegesség a hajónak, hogy a szárnya az nyitható. Tehát ez a szárny, ez olyan, mint az F-14-es Tomcat-en, ez mozog, ha nem szorulok be alá, úgy. Ezt ilyen harmonika-szerűen ki tudja nyitni. Hogy értelemszerűen, ha gyorsan repül, akkor össze van csukva, ha pedig lassan manőverezik, akkor nyitva vannak a szárnyai. És ugye itt vannak a szép nagy hajtóművek. Úgy. Meg úgy, és azt akarom megnézni, hogy a picsába lehet beszállni. Use. Úgy. Mondom, use! Ó, oh, még mindig bugos. Jó. Ah, és az animáció is nagyon jól néz ki. Akkor szépen beleszállunk, és gondolom megint kibogulunk belőle. És mint mondottam, ez bizony egy együléses vadászgép. Tehát itt semmi laca-faca, ebbe beleülsz és kész. Tehát nincs semmi élőtér, meg stb. Hátul. Ez tényleg kimondottan egy izomszagú vadászgép, ez semmi másra nem jó. Azt hiszem talán még olyan szinten
olyan szinten ki van herélve idézőjelben a gép, hogy még talán katapultülés sincsen benne. Bár ott, mintha azok a sárga izék az lennének. Na, azt hiszem Alt-F-fel lehet kiszállni belőle. Megváltoztatták a... Shift-F. Alpicsába elfelejtettem a izét, a megváltoztatott keybendingot. Az F. M1 Exit Seat. Modifier 1. Pedig Alt-F. Pedig az Alt-F. Alt és F. Úgy. Csak gyorsabban kellett volna nyomni. Tehát egyrészt ez az ingyenes hajó, amit le lehet hívni. Másik, meg lehetett nézni ezt a hangárt. És nekem, megmondom őszintén, az összes hangár közül ezt tetszik a legjobban. A szép fabetétekkel és egyebekkel. A legnagyobb problémám vele az az, hogy hát akkor szedjük le a saját hajónkat is. Tehát a legnagyobb bajom vele az az, hogy rohadt drága. Tehát $40 csak egy hangár. És ugye itt a dolog nem úgy működik, hogy... dolog nem úgy működik, hogy jó, akkor $20 megvetted nem is tudom, mi a neve annak a hangárnak, ami most van. Tehát megvetted $20 az Euroview hangert, és akkor még $20 upgrade-ed a Revelen gyorkra. Nem, $40 meg kell venni ezt a Revelen gyorkos hangert. Ami szép. Ja, jó gombokat kéne nyomkodni. Egyébként ez a saját hajom. Ez az Avenger Titan. Ugye, aminek a hátuljában itt van a raktér. És ugye innen lehet beszállni, és ugye ez meg az Aegis Saber, vagy Sabre, vagy mit tudom én, kinek hogy tetszik. Ez meg, amit most ingyenesen ki lehet próbálni. Azon gondolkodok, hogy ki kéne menni a mini univerzumba, és kipróbálni. Még megmutatom közben a hangárt is, ha már most ingyenesen le lehet hívni. Tehát gyönyörű a... És továbbra is mondom, hogy a legkisebb beállításokon van a játék. Gyönyörűen néz ki a padló. Így ide szépen feljössz. Ez mintha levendula lenne. De sokan azt mondják, hogy nem tetszik nekik, mert hogy inkább egy hotel lobbyra hasonlít, mint egy otthonra. Ó, majdnem lebugoltunk. De szerintem ez a legszebb hangár. Ó, de el tudnám viselni, ha az a szébről megmaradna, csak hát nem. És akkor ott ugye ugyanígy ez a lakberendezős divan, mint az előzőnél. Floor size 2. Akkor egy ilyen display case-t oda lehet rakni. És akkor ennyi. És akkor ebben mit tudom én, bele lehet oda föntre rakni a izémet, a Mustang Beta modellemet. Egyébként gondolkodom rajta, hogy a Mustang Beta-t megveszem megint, mert ez egy belülről egy nagyon szép hajó. És akkor ugye ide lehet lerakni az ilyen mindenféle marhaságokon. Oda lehet lerakni a izét, a várbondot. Ugye amit azok a játékosok kaptak, akiknek meg volt a játék, amikor összeszedték azt hiszem a $100 millió, vagy valami ilyesmit, tehát azért elég durván előre vannak. Oda nem tudok semmit tenni. Tudom, ide az asztalra lehet tenni a növényeket. Na, ide rakunk egy kaktuszt. Úgy. Oda meg lerakjuk a flowert, gondolom én. Úgy. Space flower, úgy. És akkor ezeket így szépen lehet díszítgetni, akinek erre van vénája. Én ezt a múltkor már eljátszottam. Catch a display case, az már megvolt. Valahol kéne lenni egy nagyobb helynek. Csak az lehet, hogy ott kint van. Nem, még nagyobb hely kell neki. Mondjuk ez. 3-5-ös, igen. És ide lehet rakni a fish tanket.
Úgy. Wall size 2, azt a bondot már felraktuk. Size 3-os. Fanszáll. Ja, de nem tudok semmit rakni, de raktam a fish tankot. És hát egy másik oldalra le tudom rakni a bondot. Igazából jobban nem tudom megmutatni, mert nem tudom kinyitni az oldal dolgokat. Mert ugye nincs hozzá elég hajón. Lore 3-os. Hát akkor most nem rakom ki a display case-t. Van egy ilyen display case, amit le lehet rakni. Csak az a kettes túl kicsi hozzá ide. Pedig ide pont jó lenne. Ez is kettes, de se tudok semmit rakni igazából. Ugye azt már bentre beraktam. Ide. Ott van az akvárium. Tehát igazából nem tudom lerakni azt a nagy generic display-t. Vagy hát azt mondom, hogy detach. Na, azt mondom, hogy ezt rakom a helyére. Úgy, és akkor ebbe tudok rakni modelleket. Mint például a Sabre modellt. Úgy. Meg ide rakni a Hornet F7C-nek a modelljét. Úgy. És akkor oda tudná... bocsánat, oda tudnék rakni egy harmadikat. Csak hát nincs mit. Tehát... Igen, és az a baj, hogy így nem tudom leraknia. Az is kettes. Kettes. Egyetlen ilyen nagy hely van, úgy látom, ahol 3-5-ös, ahol le lehet rakni. Úgy, úgy, úgy. Igen, ez 3-as. Itt annak 5-ös kéne. Max ide lehetne még lerakni, ha lenne point, de nincsen. Ugye ezt a két hajót lehetett lehívni. Akkor ugye ott oldalt lenne kinyitva a következő B-be, és akkor ott fönt is tudnánk mászkálni. Csak oda most nem tudunk fölmenni. Ja, de ott elől azt még megmutatom. És akkor utána szerintem kimegyünk a Mini Univerzumba, és megpróbáljuk lehívni a Sabert. De lesz egy olyan érzésem, hogy nem feltétlen fog működni. Vagy hát mindenki azzal szórakozik mostanság szerintem. Való igaz, hogy van egy kis steril hangulata. Szóval itt lennének az oldal részei. A többi rekesz, ahova a hajókat lehetne pakolni. És akkor... Egyébként megint kísérleti nyuszik vagytok. Mert... Egy emberke küldött nekem habzószájjal egy e-mailt, hogy én milyen jó vagyok az AMD kártyákhoz, meg úgy az OBS-hez, és hogy ezzel a beállításokkal mennie kell 50 FPS-sel mindenhogy a felvételnek. Hát kíváncsi vagyok, bár mondjuk pont a Star Citizen-nél nem az, ahol 50 FPS mérvadó. Ennél sokkal erősebb gépeken is csak ilyen 20-30-al ugra. Igen, tehát itt erre a részre megértem, hogy azt mondják, hogy olyan, mint egy hotel lobby, és nem mint egy otthon. De nekem nagyon bejön, aha, ott vannak a hajók, hát ebből csak a titán az enyém. De nekem bejön és tetszik. Kis fákkal, akkor itt a izé, kis növények. Ide le lehet való pakolni ezt a rohadt akváriumot. És ugye igazából ennyi az egész. Kettes, kicsi. Négyes, ötös ide le lehet tenni. Fish tank. Úgy. És ugye a jövőben majd azt mondták a fejlesztők, hogy mindegyiknek meg lesz a helye. Tehát, hogy melyik hangár, melyik rendszerben, stb. Lesz. Kettes, nem tudok semmit rakni. Azt már leraktam. Az szépen is mutat. Tehát nekem nagyon-nagyon tetszik, és ugye a nagyobb beállításkor játszanák, vagy fölvenném nagyobb beállításra, bár itt is látszik, hogy vannak kis karcolások, meg stb. A padlón.
Ez egyébként még a izében néz így ki. Az Constellationnek van egy ilyen luxus verziója. Rohadt drága hajó. Tehát ilyen 500 euró környékén gondolkodjatok. Ó, ez is jól néz ki, hogy ilyen átlátszó. Úgy. Baromi jól néz ki. Kíváncsi vagyok, hogy mi marad meg a felvételen belőle. Hogy hányszor fagyott már le az OBS. Tehát azt mondták, hogy mindegyik ilyen hangárnak meg lesz a helye a rendszereken belül. Hármas, négyes, mit lehet oda rakni? Plant shelf-et például. Nem mint bármit rá tudnék rakni, mert ugye lerakhattam már a izéket. Ez egy ilyen virágtartó állvány lenne, csak hát... Itt is van egy hármas. Hármas, négyes, akkor ide is le tudom rakni a trophy case-t mondjuk. Így. Amivel megint nem tudok semmit rakni, mert nincsen semmilyen trófám. Meg szerintem még nem is lehet szerezni. De ide le lehetett régen dobálni ilyen izéket. Hajó dobozokat, vagy mit tudom én miket. Azok hová lettek? Sehol. Ja, ugye a horizontál diszpléjből kettő van, de tök fölösleges. Tehát oké, ennél a résznél megértem, hogy azt mondják, hogy hotel lobby, és nem egy valódi élettér. Tényleg kicsit olyan érzése van, de nekem akkor is tetszik. És ugye idénre ígérik a single player részét a játéknak, a Squadron 42-t, amiben azért elég nagy nevek vannak színészként. És megmondom őszintén, nem olvastam végig, aki megmaradt, az Gillian Anderson, aki az egyik kiképző tisztünk lesz talán. És sokan mondják, hogy feladták ezt a játékot, hogy soha nem lesz belőle semmi, meg hogy csak rengeteg pénzt összeszedtek és nem csinálnak semmit. Azért szerintem, ha a játék kész lesz, és meg a DirectX 12-t implementálják, akkor azért sokkal jobban fog futni, és jó lesz. Nem tudom, hogy maga az MMO része mennyire fog megfogni. Én eleinte is Squadron 42 miatt érdekelt a dolog. De a single player része az mindenképpen érdekelni fog. És akkor... nagy sokat kell rohangálni, ez az egy bajom van vele. Már majd onnan lehet átmenni a mi is az? A Crusaderre, szerintem, onnan hátulról. Vagy innen. De innen úgyse fog menni. De azért egy próbát. Use. Portaliszer, Crusader. És a fekete képernyő fog kijönni. Loadinga. Mint ahogy az meg is történt. Akkor összeszarta magát a játék. De nem! Eltűnt a fekete képernyő. Sokáig az volt a probléma, hogy ez a izé megmaradt. Ez a fekete képernyőben maradt. Amikor így váltani akartál. Elnézést. És igazából szerintem a következő nagy lépés az lesz, ami a generált bolygók lesznek, amikor már végre le lehet szállni a bolygókra. És simán az űrből be tudsz majd lépni a légtérbe és úgy leszállni. Viszont ott már pedzegetik, hogy olyan hajó kell, aminek hőpajzsa van. Tehát oda lehet, hogy majd egy Mustang vagy egy Aegis Titan nem lesz elég, hanem... miért nincs középen a webkamera? Hanem tényleg valami nagyobb hajóra be kéne ruházni. Amin én gondolkodok egyébként erősen, az egy freelancer, csak hát az is 100 euró. Meg már az is kétszemélyes.
mert ugye egy ember vezet, egy megkezeli a tornyot. És akkor mondjuk egy Constellation Taurus, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a plafon, amit hajlandó lennék egy hajóra költeni, ugye a 170 eurójával, az meg már három emberes. Tehát ott eleve, ha jól emlékszem, kettő darab torony van, meg egy ember vezet. És akkor az a nagyon minimum kiszolgálás, mert akkor még egy negyedik ember nem lenne rossz, aki kezeli az alrendszereket. Mert ott tényleg úgy van, hogy a pilóta az pilóta, és aki meg... És van mellette egy ilyen, hát engineer, technikus, aki állítgatja a pajzsokat, meg ilyeneket. Míg mondjuk egy Avenger Titanban vagy egy Saberben ugye egyedül van, és ezt neked kell csinálni. Na, most mindjárt jön az, hogy meghalt a játék. Most nem a fekete képernyőn döglik be, hanem... Jaj. Na, történik valami? Hang már van. Kép is. És megjöttek az objektívek, meg stb. Na. Szóval itt nem az van, hogy nálatok akad a stream, sőt lehet, hogy nálatok akadni fog a felvétel, hanem egész egyszerűen a játék fut ilyen szarul. És nem tudom, hogy miért. És van valami olyan, hogy Air Motion Blur 1, valami ilyesmi. Ah, vagy nulla. Inkább nulla. Jaj. Ó, bazd meg. Ugyanúgy van motion blur, tehát valószínűleg a parancsot írom be rosszabbul, vagy rosszul. Ez a port Alisser, azaz a Crusader. És megvárunk, amíg betölt, mert vakarja, hogy nyomot veszettől. Deck 3. Ó, ez viszont változtatás, ez eddig nem volt itt. For lease, tehát itt lesznek majd még boltok. Aha. Jó hangzik. Hát azért látszik, hogy... Basszus kulcs, bocsánat. Hogy azért haladgatnak vele. Csak... nem azzal a tempóval, hogy az emberek elvárnák. Tehát, hogy nem... Nem látszik. A milyen hajókat lehet lehívni? A Saber-t tudom csak lehívni. Request a ship. Ah, túl sokan vannak. Na, nem tudja hová lerakni. Hát akkor csak nézzünk ki simán. De hol egy? Ah. Folyunk, tele van hajóval. Hát ja. Az a baj, mindenki lekérte a hajót, és csesznek felszállni. Ott valaki valami hajót leizzúzott. Új. Hogy lehet? Át kell öltözni, mert különben meghalunk. Igen. Írja is, hogy vedd fel a ruhát, vagy megdög lesz. Úgy. Hát a Saber-t nem sikerült lehívni.
de azért benézünk. Tak mindegy, nézzünk ki. Milyen hajók vannak itt. Az egy Aurora, ez egy Mustang. Na, akkor valamelyik verziója. Delta vagy Gamma. AMDR 9-es. Aha. Ja, Omega. Ups. Úgy. Ez milyen hajó? Ez gondolom egy F7C vagy valami ilyesmi. Azt hiszem, Hornet Black talán. És az föl is száll, ahogy hallom. Igen. De talán lesz el kihívni a Sabert. Ez micsoda? 362. Fogalmam sincs milyen hajó. Pedig általában nagy betűkkel rá szokták írni, hogy milyen hajó. Na, király, legalább a hely lehívni a hajót. Ha már itt tartunk. Aztán lehet már rég nem megy a felvétel, mert lefagyott az óvér. Próbáljuk meg most. Na, most mi történt? Négyes. Kilences, ötös, nyolcas. 0-4, 0-0-0-4. Jó. Ja, onnan jöttem. Értem. Ruha még rajtam van. Cycle airlock. Úgy. Hármas, négyes. Ah, és ott az Aegis Saber. És akkor most megnézzük, hogy hogy működik, amikor beleszállunk. Mert ugye benne a hangárban nem indulnak el a rendszerek. Space-szel lehet felemel. Király. Úgy. Felszálltunk, és most nézzünk körbe. Így néz ki a Portolisair. Vagyis a Crusader. Na, melyik hajót lőjük szét? Bár lehet, hogy még innen nem lehet. Tüt-tüt-tüt. Hasztanik ott a legnagyobb. Aha, még nem engedi.
Boom! Jól sikerült. Szóval még mindig tudok vezetni. El kellett volna kanyarodni. Ugye az a baj, hogy fölkapcsoltam cruise módba. Most biztos én vagyok a gyökér faszkalap, aki összetört a hajóját. Pedig csak béna faszkalap vagyok. De az az igazság. De nyomok egy altavot, és megnézem, hogy egyáltalán működik-e még a felvétel. Működik, csak az FPS-sel vannak probléma. De nincsen frame drop, meg ilyenek. Ja, most megint betölti. Hát úgy néz ki, hogy amit küldött az emberke beállítások, azok jók. Csak... volt egy ilyen beállítás, hogy ne erőltesse. Ne erőltesse az FPS-t, ha nem bírja a kártya. És most ugrál az FPS ilyen 4 meg 28 között. Ja, most sikerült összetörni, és meg 3 perc. Akkor viszont azt mondom, hogy... Options. Hangár. Akkor megmutatom a Selflandot, meg az Euroviot. Az Industriát megmutatom. És akkor azt mondom neki, hogy go to hangár, ha sikerül. Ha már ilyen faszán összetörtem a hajót az első megmozdulással. Bocsánat, úgy néz ki, megfáztam. Pedig most voltunk nyaralni a Balatonon. Mondta, hogy hozzá nem volt túl jó időnk, de ez van. Na most van az, hogy szerintem a gépnek totál tele van a memóriája. És hogy már nem tudja betölteni a hangárt. És de! Akkor tényleg a stabilitáson javítottak a játéknál. Mert ott azzal voltak problémák. Egyébként erre az Industrial hangárra mondják, hogy hű, de jó hangár, meg de kurva jól néz ki, nekem nem tetszik. Hogy őszinte legyek. Nekem nem tetszik. Igazából az a baj, hogy úgy elfelejtettem a irányítását a játéknak, hogyha most harcba keverednék, szerintem így ülőkocsa lennék. Jaj, nagyon érik már az az SSD, hogy ennyit tölt. Bár itt igazából szerintem az is benne van, hogy 8 giga RAM-on van. És ugye 8 giga RAM az a minimum játéknak. Meg meleg is van, mert izzadok mind alul. Tehát kéne még 4 legalább, de inkább 8. Mondjuk ez jól néz ki, hogy így bekapcsolódik a fény. Hopci, ez meg az ebéd volt. Tehát így néz ki ez a Industrial hangár. Nagy... Tehát ez egy meteoritnak a belseje, ha jól emlékszem. De ugye nincsenek kivilágítva itt sem az oldalsó részek. Mert itt ugye arra lenne az oldalsó rekesz, meg erre. Meg arra előre is lenne egy rekesz, meg nem is tudom már, hogy van. De itt egy kicsi kifolyt olaj. Tehát... annyira nem tetszik. Hozzuk le a Sabert ide. Platty. Leraktuk. És ráadásul ez a hangár lehet, hogy jól néz ki, de kicsi is. Igazából erre lennének az oldalsó rekeszek, mint ahogy látjátok, ott pislákol egy fény. De mivel nincs elég hajóm, ezért nem tudom bekapcsolni.
buzi nagy rendetlenség van, már elnézést. Jó, a hajó az veszett jól néz ki benne, az tény, de úgy egyébként meg úgy... Számomra nem túl megnyerő. Meg úgy igazából nagyon nem látom, hogy hol lenne a iroda, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát lehet, hogy én vagyok rosszul összerakva, de nekem a Revenant York hangár tetszik a legjobban. Ez úgy néz ki, mint a Southland hangár. Jó, megvan a feelingje persze, hogy egy szakadt koszos hangár, de könyörgök, ez a legdrágább 50 eurós hangár. És akkor ide följössz, és akkor itt is ilyen... Tehát nem. Nekem ez nem jön be. Lehet érte megkövezni, meg stb., de nekem ez nem tetszik. Hó, de a hajó még mindig szép. Csak ez is egy 100 eurós hajó. 130. Hát és ez lenne az irodánk, tehát... Értem én, hogy van, akinek ez bejön, de nekem rohadtul nem. Tehát nekem a Revenant York, meg az Eurovio. A Eurovio hangár tetszik. Na, menjünk vissza szerintem. Ezt az VFG Industriát megmutattam. Nem is látszik rendesen a hajó. Asszal meg az a kövögés. És ugye az a baj, hogy csak egy hajót lehet belerakni. Tehát ezért mondom, hogy kicsi. Tehát, hogy oldalra lehetne pakolni a többi hajó, de ennek is öt rekesze van. Tehát innentől fogva. Na és itt vajon, hogy a francba lehet átmenni a izére, a Crusaderre. Mert ha már a Sabert le lehet hívni, akkor már repüljünk fel egy kicsit. De ne úgy, hogy összetöröm a picsába. Ott szerintem le kell menni. Ott szerintem lejjebb kell menni. Úgy. Csak a másik oldalt lehet csak lemenni. Nem tetszik ez a hangár. Kifejezetten nem tetszik. És akkor ezt a hangert adják a Constellation Andromedához, meg a Retaliatorhoz, meg az ilyen kurva drága hajókhoz. Hát nem tudom, engem nem fogott meg. Akkor szerintem viszont itt lehet visszamenni a Crusaderre, igen. Na, ez már legalább néz ki valahogy. Az árkorpot azért nem mutatom, mert ott nem történt semmi változás, azon kívül talán, hogy kinyitott egy bolt vagy kettő. Bocsánat, hogy közben, csak én... ez mit ilyen forró? De sincs kapcsolva ellen. És nincs itt a telefonom. Azt akarom megnézni, hogy lehet kikapcsolni a motion blurt, mert az egy csomó FPS-t lehet nyerni. Csomót. Nem fog ilyen látványosan szenvedni a gép, ha a motion blurt kikapcsolom. Remélem nem kiabáltam el, hogy működik az ide-oda lépkedés. Na, faszom. Lépjél fel a wifi-re, köcsög. Ja, felléptél, jól van. Csak bekéri a PIN kódot. Jó, nem érdekel az időkép. Azt mondja, hogy Star Citizen Motion Blur Off. Úgy. Itt vannak a konzol parancsok. Lehet, hogy... volt három napjában kapcsolva a tábla, PC minden baj van. Lehet, hogy némi plusz FPS-t ki tudunk csikarni a játékból.
Meg amíg töltöget a játék, addig történik valami. Gamma screenshot. Aha, Air Motion Blur 0. Pedig jó volt az. Na mutasd csak. Menjél innen a Google keresővel, hát ezt nem hiszem el. Na, hová tűnt a motion blur? Mert motion blur 0. Ah, most elvileg. Aha. Tényleg jobb. Legalábbis mozgásoknál. Aha, még egy perc. És akkor van még ilyen, hogy... Erre se sem. Aha. Van még ilyen is. Aha, Arkno Command. Király. Pedig elvileg ezzel is ki lehetne kapcsolni a izét. Más dolga. Gamma, multi GPU. Hát az nem igazán játszik. Tesselation. Az meg. Itt van egy csomó konzol parancs, de ezt most nem fogom végig olvasni. Lehet, hogy ki lehetne sok izét szedni. B4, jó. Menjél fel. Aha, és már mutatja is, hogy ott van. Megint átöltözünk. Viszont szerintem én kriminál lettem. Mert neki mentem a faszinak. Ott a bal felső sarokban látszódik, hogy egy ilyen target van a fejemen. Valószínűleg azért, mert bal fasz voltam. Oké. És akkor megnézzük újra a dolgokat.
Azért akad ez még mindig. De valóban nem annyira. Na. Felszállunk. Jaj, ott vannak a kontaktok, azt én értem. Kontakt, kontakt, kontakt. B betűvel lehet ugrani. Aha, én a jellához akarok elmenni. Ugye a B betű még mindig ez a Quantum Drive. Komari jella. Igen, igen, igen. Ja, hogy az obstructed. Odébb kell menni. Igen. Most lesz a jó. Tettem, hogy működik ez a szar. Control options. Keybinding. Akkor a B betű az a Quantum Drive, az biztos. Lehet, hogy az F-fel. Aha, F-fel. Elég egyértelmű, na mindegy. Ja. Jella. Király. Na itt nem csörgünk sokáig, mert mi leszünk az ülőkacsák. Ugye most már megcsinálták rendesen ezt a holdat. Ez 260-as sebességgel megyünk. Van valami flirta, hogy hallom. Vagy ahogy látom a cseten. Túl gyorsan mozgatom a hajót. Aztán lett még egy ilyen. Viszont itt kurva gyorsan megyünk. Tehát itt ez a 760 méter per szekundum. Hát az így nagyon kemény. És itt csak nagyon óvatosan mozgunk.
Star Farer. Ja, igen. Hoppá! Igen, így lehet mozogni. Kezdenek visszajönni az emléke. És ugye azt mondták, hogy itt az aszteroida mező környékén kell mászkálni. Mert itt vannak kalózok, meg roncsok, meg ilyenek. De hát én egyelőre nem látok semmit. Na, ott mintha történne valami. Ott előttünk. Forduljunk oda. Ha, valakinek összetörték a Starfire-ját. Aha. Mondjuk el a Starfarerbe beszállni se tudtam annó, tehát... Amikor meg bejutottam, akkor meg úgy eltévedtem, mint az állat. Hát az jól néz ki meg minden, de egyelőre nem sok minden történik. Úgyhogy szerintem elmegyünk egy komeréhez. És megnézzük, hogy ott mit tud. Eljeveszik a sebességet. Nézzünk egy B betűt. Komaré 306. Mondjuk. És megnézzük, vannak ott izé. Van egy Grenzilla. De ennyi igazából. Szép a játék, főleg ezek a fények, meg ilyenek. Az elugrott. Nézzünk egy másik komarét. Ha már egy harci hajó, legalább találjunk valakit, amivel harcolni lehet. De aztán lehet, hogy a Cryostros Service-hez vagy a Security Porthoz kéne ehhez elmenni. Nincs kontakt. Jajjaj.
lehet előhozni az árt, így. Na. Contacts offline. Ja, az a chat, az most nem kell. Á. Most így mi történt? Jó, ez nem az, amit én kerestem. Hops. Engine felrobbant. Ha már csak úgy magában ellőttem a Quantum Travert. Na hát srácok, bocsi a vénázásért. De most mit csináltam? Én csak a public enemy-re akartam ráugrani. Na jó, ahogy látom, ez itt beakadt. Na, most kacok. Sikerült kiszabadulni? Vagy mégsem? Most mi a fasz? Úgy. Szóval szerintem ez ennyi volt, tehát a szélbőrrel sok mindent nem tudtunk csinálni. Röfögök, meg köhögök, meg minden. Továbbra is az érdekel, hogy hogy lehet előhozni. Mission Manager. Jó, de megtaláltam, amit akartam. De... Szóval ez a rész most így ennyi volt. Kíváncsi vagyok, mennyire lesz szar vagy nézhetetlen a felvétel. Ha jó lesz, annak örülök. Ha nem, akkor ez van. Szóval köszöntöm szépen még egyszer a figyelmet. Én Gage voltam. Ha tetszett a videó, akkor egy lájkot vagy egy megosztást elfogadok, ha pedig a további videókra nem szeretnél lemaradni, akkor lesz a jobb alsó sarokban. Most nem tudom, fordítva van-e. Tehát vagy itt lesz egy scorpius.hu gombocska, arra rákattintasz, akkor feljön a csatorna a főoldala, és ott fel tudsz iratkozni. Még egyszer köszöntöm szépen a figyelmet, elnézést a bénázásért. Marha régen játszottam a játékkal, ennek az a oka, meg az, hogy béna vagyok. Úgyhogy még egyszer köszöntöm szépen a figyelmet, sziasztok!